Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, köszönöm szépen, hogy ilyen szépen összejöttünk szép számmal. Ünnepélyesen megnyitom a 2012-13-as évadunkat, ugye? Jó? És Lajos segítségünkre volt, mert ő fogja az idei első előadást tartani, Kossuth Lajosról, majd elmondja, tehát ha nem is kerek, de egy szép évforduló, és úgy látom, hogy érdeklődéssel várjuk, mit tudhatunk meg mi Kossuth Lajosról. Köszönöm szépen, és Lajosnál akkor légy szíves. Igen. Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit. Hát Kossuth Lajosról én úgy gondolom, hogy rendkívül nehéz újat mondani, hiszen a 19. századnak egy olyan államférfia volt, aki a közérdeklődésnek a középpontjában volt fiatal korától egészen halála utolsó pillanatáig. Tehát egy olyan zseni volt ő, aki akaratát a politika révén érvényesíteni tudta, és az akaratát azt politikai cselekvéssé tudta formálni. Tehát biztos, hogy sok irányú tehetség volt ő, de mint minden ember azért hibákkal is rendelkezett. Nem is lehetett egy ekkora életpályát hibák nélkül leélni, de egy biztos, hogy az ő tevékenysége az a polgári nemzetté válás folyamán az szükséges volt, és abszolút pozitív, még hogyha a kérdőjelek egy-két vitájába oda is vannak az életműve mellé téve. Hát milyen Kossuth kép él rólunk? Rámentem az internetre, beleolvasgattam a szövegekbe, meg megnézegettem a róla készült képeket, családjáról egyéb. Hát ugye sokféle élhet bennünk. Éppen ma az Edith azt mondja, hogy nem ilyennek gondolta Kossuthnak a hangját. Ugye, hát az gramofonon, amikor jó recsegő felvételen lejátszották az öregkori Kossuthnak a szövegét és a Magyar Nemzethez intézett üzenetét, hát akkor persze, hogy nem az a kép tárul elénk ennek révén, amilyen ő fiatal korában lehetett, és mondjuk a 48-as, 49-es forradalom és szabadságharc idején szónoklataival és reformkorban is elkápráztatta nem csak a nagy közönséget, hanem a politikus társait is. Tehát olyan rendkívüli adottságokkal rendelkezett, fantasztikus memóriával és olyan szónoki képességekkel föllépéssel, ami persze, hogy a gramofon lejátszásba nem köszön vissza. Csak mondok egy olyan általam már régen olvasott tényt, hogy Kossuth minden híreszteléssel ellentétben rendkívüli módon készült a beszédjeire, és rendkívüli módon izgult. Ezt nem gondolnánk róla, ugye? Főleg egy abszolút politikára termett embertől, és egy olyan személyiségtől, aki két és fél órás szónoklatokat tartott úgy, hogy szinte nem kellett szerkeszteni a szövegein. Azonnal vihették a nyomdába, még a akkori kőnyomatosba. De Isten igazából véve, hát egy olyan klasszikus szónoklan tanult meg a suliaiba, és hát olyan képességekkel rendelkezett, ami erre őt hát felhatalmazta, és ezt ő tudta is alkalmazni a politikai játszmái során, amikor meg kellett valakit győzni, valakiket győzni, az saját pártállására tudta az embereket állítani. És nem csak ez a Kossuth kép bontakozhat ki bennünk, hanem mondjuk kibontakozhat bennünk ugye egy olyan Kossuth kép is, aki egy jogász és törvény szövegalkotója, egy rendkívül szorgalmas, okos ember, és tudja, mit akar, mondjuk az áprilisi törvények megszövegezője, az egy teljesen más kvalitást igényel, nem szónoki képességeket, de ott minden betűnek a helyén kell lenni. Hiszen ő, mint jogász, ő nagyon jól tudta, hogy nagyon ki kell kövezni jogszabályokkal a létrehozandó polgári Magyarországnak az útját. Most nem tudom, hogy mennyire menjek bele, majd itt részletekbe le lehet lőni közben, esetleg kérdezni, ha tudok, válaszolok,
de nem akarok nagyon belebonyolódni a történetbe, inkább csak néhány csomópontot kiemelni az ő életéből. Visszatérve, hogy milyen Kossuth kép élhet még bennünk ezerféle, ugye? Hát élhet bennünk ugye a börtönbe raboskodó Kossuth, aki angol szótárral a kezébe, ugye nap mint nap oda teszi magát ott is maximálisan a börtönbe, mert építi magát. Építi magát, és ő készül valami nagyszerűre, valami fantasztikus, hát ő elhivatott volt, hát ő igazán magáról is elhitte azt, hogy messiási szerepkör vár rá, és nyilvánvalóan ő megtett mindent azért, hogy egy birtok nélküli nemesi, de tanult családból kikerülve, ráadásul evangélikusként megállja a helyét az életbe. Tehát ez az indítatás is őt arra sarkalta, hogy minél több erőfeszítéssel, munkával, odaadással tudjon boldogulni. Most honnan is indult ő? Hát a Kossuth család az Kossuth településről indult, Felvidékről. Kisfátra, Nagyfátra, Túrót-Szentmártoni vidékről. Ez a Kossuth település, ez már be is olvadt, ugye, Túrót-Szentmártonba. Sajnos jelen pillanatban Túrót-Szentmárton lakosságának már 95%-a szlovák. Hát ezt tudjuk, elszlovákosodott a ugye Kossuth édesapjának a születésekor is már ott elég jelentős, sőt felefelében már szlovák lakosság volt ezen a részen, Kisfátra, Nagyfátra ölelésében, és aztán mivel az édesapja is jogász volt, így ő jogászként került, ügyvédként került a Monoki Andrási birtokra, és ott vállalt állást, így került Zemplén megyébe. Ott ismerkedett meg az olaszliszkai hát első embernek, a szintén evangélikus volt, a lányával, Weber Karolinával, és hát ott házasságot kötöttek, és született 5 gyerekük. Lajos volt a legidősebb, és volt neki 4 húga. Zsuzsa volt a, most nem sorolom föl mind a 4-et, a Zsuzsa volt, aki közismertebb volt, így a történelem során emlegethettük. Kossuth Zsuzsának van neve, hiszen ő volt a nemzet történetében az első ápolónő, tulajdonképpen így vonult be a köztudatba, hiszen hadi kórházaknak a irányítását végezte a szabadságharc idején. És hát Kossuthnak jó iskolái voltak ott Zemplén megyében. Először is ugye a elemit, azt ott végezte, Sátor Alja új helyen a piaristáknál. Ugye? Eleve az már egy jó alap, jól lehet, hogy csak a betűvetéssel ismerkedtek, meg egy picit talán tovább mentek, de utána jött aztán a Eperjesi Evangélikus Kollégium, amikor már nagyobb lett, majd pedig a Sárospataki Kollégiumba végezte a jogot Kövi professzornak az irányításával, egy országosan elismert koponya volt, és Kossuth ott nagyon kiképezte magát. Szerencsés volt az ő családi indítatása olyan szempontból, hogy nem csak a tanulmányai során szedhette fel a műveltséget, hanem azért a szóval mozgott Teperjesre, ott eleve magára kapta pillanatok alatt a szlovákot, tudott iskolai tanulmányai során ugye felszedte, meg családi hagyomány is ugye a nemesi családokban ugye nyelvtanulást nyomták, francia az abszolút divat volt, németet azt tudni kellett, és latinul persze, hogy beszélt mindenki, hiszen a közügyek intézésének ugye a nyelve, a hivatalos nyelv egészen 1844-ig a latin volt. Tehát tulajdonképpen hát ilyen indítatása, csak az angolt kellett neki megtanulni még pluszba a börtönbe, de azt olyan szinten sajátított el 3 év alatt, hogy perfekt volt belőle, mint a németből, meg a franciából, és szabadon lenyomatott Angliába, meg Amerikába 500 olyan szónoklatot angolul, amit erre a 3 évre alapozott. Tehát valami elképesztő, hogy milyen képességekkel bírt. Tehát ezt én mondjuk az én kis gyenge képességemmel ezt föl nem tudom fogni, hogy lehetett ezt önmagába ugye véghez vinni. Hát aztán persze
magyarul abszolút cizelláltan, fantasztikusan beszélt, és hát akkor 6 nyelv birtokába volt. Na most, hát ez nem egy rossz indulás ilyen szempontból. És hát ő már 21 évesen le tudta tenni az ügyvédi vizsgát, és ügyvédként kezdte meg ott a vármegyénél a működését. Nem térek ki a részletekre, hanem inkább csak néhány sarokpontot említenék, hiszen az ügyvédi képzettség az belépés volt a politikába. Először ott a helyi politikába, majd pedig kipróbálatta magát már 1825-27-i országgyűlésen, mint az arisztokratáknak a képviseletében résztvevő ügyvéd részt tudott már venni az országgyűlésen. És ott bizonyos tapasztalatokat szerzett. Ez még persze csak a tanuló éveknek nevezhető, de az igazi belépő az a 32-36-os diéta, amelyik igazából véve már reform országgyűlésnek számított, és ott már sok reformgondolat előkerült. Hát nyilvánvalóan a Kossuth eleve az alkotából adódóan is kezdettől fogva feszítette a sajtószabadság gondolatát. Neki ez megrögzött hát elképzelése volt, persze ismerte betéve a francia forradalomnak a vívmányait, meg egyebek, tehát itt történelmi hiátusok nem merültek föl. Tehát ő tudta azt, hogy merre kell menni. Francia minta, polgári nemzetté válásnak egyik sarokpontja sajtószabadság. Ugye? És akkor elkezdte azokat az ominózus ugye, hát országgyűlési tudósításokat írogatni. Na most ott voltak persze haverjai, fiatalabb jogászok, meg jurátusok, akik még tanultak, hát azok 40-en, 50-en összeültek, aztán úgy kerülték ki a cenzúrának a borzasztó szorítását, hogy magánlevelekként adták föl ezeket az országgyűlési tudósításokat, majd pedig amikor a megyénél vett részt ilyen munkába, akkor pedig ugye törvényhatósági tudósítás volt a neve ennek a kiadványnak. Na most ezt persze szóvá tették neki, jelezték neki, hogy a fejére fognak koppintani, mert hát ezt nem tűrhetik a hatóságok, meg hát cenzúra volt egy konzervatív, abszolutisztikus rendszerbe, ugyebár nincsen ugyebár sajtószabadság, meg polgári jogok, meg egyebek, meg gyűlökezési szabadság, meg egyebek, másról ne is beszélje, meg akkor még nem volt napirenden, ez csak a 20. században jött elő, hogy általános titkos választójog, meg egyebek. Tehát akkor még azért nem került napirendre teljes egészébe, de hát a sajtószabadságnak a fölvetése, önmagában feszegetése és a kijátszás, és a cenzúrának ez egy önmagában egy istenkáromlás volt, és hűtlenség miatt tulajdonképpen összeesküvésért került ő börtönbe. Na most ott is, amilyen akarata volt, és amilyen fanatikus volt, és amilyen alázattal tudott viseltetni maga iránt, tehát ezt nem mindenki tudja megcsinálni, én biztos beleroppantam volna, valószínűleg olyan lettem volna, mint a Lovasi László, aki szintén akkor volt lecsukva, és megőrülve jött ki a börtönből, ugyebár a szegény veselényi az meg vakon. Na most hát lehet választani, ugye? A Kossuth ez pedig, mint egy főnix madár, kérem szépen, újjá született a börtönbe, és újabb terveket kovácsolt, és még azt is megtette, már azt hitték többen, hogy aglegény marad, hogy elvette feleségül a nem túl szép, ugye Meszlényi Tecát, aki már akkor bizony öreg lánynak számított javába, hiszen 31 éves volt a Tecuka, ugye 41-ben volt a házasságuk január 9-én, és hát a Lajcsi gyerek se volt valami fiatal, zsenge ifjú, hiszen 2-ben született, 41, hát 39 éves korában nősült. Addig úgy elfoglalta magát a politikával, aztán börtön, évek, estek is, stb., hogy tulajdonképpen ugye, hát későbbre. Később. Nem másodszor. Az az apukája volt. Az az apukája volt és a család. Na most aztán, hát kérem szépen, a
Tetsz a Meszlényi, tetsz a, és itt becsatolok egy Veszprém megyei vonalat, mert van egy-két vonatkozága Veszprém megyei történet is Kossuthtal kapcsolatban. Ez az egyik. A házassága. Házassága. Nagy komoly emberek a tanúk, jön az egész rokonság, Meszlényi család, az egy birtokos, dunántúli nemesi család, valahonnan Szombathely mellől, itt is vannak birtokai, Kisdémen nagy Meszlényi kastély, kérem szépen, és mind a mai napig egyébként, ugye, itt a Bakonyban úgy tartják számon, hogy a Kisdém melletti csárda pusztába történt meg a házasságuk. Hát ez nem igaz. Ez nem így volt, hanem a pesti belvárosi plébánián történt a házasság. Ugyanis a következő történt. Akkoriban a vegyes házasságok esetében már pedig ez az volt, Kossuth evangélikus volt, és a Meszlényi Tesza pedig katolikus. Nem volt olyan egyszerű a házasság, mert az alapkérdés az az volt, hogy hát a gyerekekkel mi lesz? Ők milyen vallásúak lesznek? És volt a kopácsi érseknek, aki innen Veszprémből került az esztergomi székbe, és úgy lett prímás, és egy nagyszerű püspök volt, de kemény püspök. Kőműves gyerekfiaként mászott föl a ranglétrán ilyen magasra, és ő kezdte el építeni, háromnegyed részben meg is építette az esztergomi bazilikát. 47-ben sajnos meghalt, nem tudta befejezni, de ez a kopácsi, ez nagyon kemény volt. A katolikus érdekeket úgy védte, szinte mint Padányi. Kiadott egy ilyen körlevelet, amiben 1840-ben utasította a katolikus papságot, és ezt be is tartották a katolikusok, hogyha netalántán vegyes házasság esetten merülne föl, akkor, szervusz, parancsolj, foglalj helyet, ha vegyes házasság esetten merülne föl, akkor a katolikus papságnak megvan tiltva az, hogy szentmise keretében és ünnepélyesen, stóla használattal karingbe és áldást adva történjen meg a házastársaknak az egybeadása. Na most mivel ezt betartották a pesti belvárosi templomnak a plébánosa is ezt betartotta, ezért be se engedte őket a templomba, hanem a plébánián mint egy tudomásul vette Lajosnak és Teréznek a házasságát. És aztán az egy másik menet, hogy persze, hogy a Kisdém melletti csárdapusztai kápolnában aztán nyilván a Meszlényi családnak a barát papjai, azok megszegve ezt a leíratot, ezt a egyházi rendelkezést, összeadták ünnepélyes keretek között, de ez később volt. A hivatalos rész és a anyakönyvezés is ott történt meg a pesti belvárosi plébánián. Na most, hát nyilvánvaló Kossuth nem adott reverzálist. Ismerve Kossuthot, szóval neki volt egy-két olyan töréspont így az életében, amikor azt el kellett dönteni neki, hogy tudta, hogy mit akar. Hát ő nyilvánvalóan a teljes mértékben a történelmi egyházak esetében is hát ugye a egyenlőség mellett volt. Hát ő a francia polgári forradalomnak a jelszavaiból indult ki, ugye? És hát nem adott reverzálist, mondani se kell, nem mondott le a gyerekeinek a evangélikus hitéről, és hát itt már ugye megmutatkozott az, hogy majd a forradalom és szabadságharc idején is lesznek még olyan pontok, amikor nagy vitába keveredik politikus társaival, és hát a közvéleményben is nagy vitákat fog kiváltani az ő nézetrendszere. Na most itt egy pillanatra térjünk vissza a reformkor egészére, talán egy picit meg kéne ragadni azt, hogy ugye mindig Kossuth meg Széchenyi vitájáról beszélnek. Azért itt ezt én nem hegyezném ki így. Ezt okosabban kéne valahogy tanítanunk is, meg kommunikálni a következő nemzedékeknek, meg én úgy gondolom, hogy itt nem a vitán van a hangsúly, itt két eltérő
habitusú személyiségről van szó, két teljesen más indítatás, mert ugye az Széchenyi arisztokrata családból származott, Kossuth köznemesi családból. Nyilván ez is sugallta azt, hogy hogy képzelik Magyarország polgári nemzetté válását. Hát minden esetre Kossuth Lajos az a köznemességnek a vezetésével képzelt el, és nem az arisztokrácia vezetésével. Széchenyi István meg hitt abba, hogy fölülről kell itt megreformálni az egész országot, ugyebár a jóindulatú és okos, kiművelt arisztokrata társaitól induljon ki ez a reformálás, és ne pedig a köznemesek, akik hát kérem szépen se pénzparipa fegyverrel nem rendelkeznek azért annyival, meg befolyással sem, hogy ezt keresztül tudják verni. Csak hát arra nem gondolt, hogy azért Kossuth a képességeivel az átüti a ilyen irányú hallgatásnak a falát. Voltak viták olyan szempontból is, hogy ugye Kossuth Lajos Széchenyivel szemben az iparnak a primátusát, azt nagyon hangsúlyozta mindig. Az, tudjuk ezt a mondat részét, hogy a nemzet ipar nélkül félkarú óriás. Tehát ez annyira bennünk van, és nyilvánvalóan a közlekedés mellett ő támogatta ezt a végletekig, de azért azt tudnunk kell, hogy a Széchenyi az inkább először a mezőgazdaságot akarta preferálni, és ott mintagazdaságok létrehozásával, gépesítésével, stb. Mert nyugati útjain ezt látta, hogy hogy fölemelkedett a mezőgazdaság, és aztán utána lehet az iparnak nekifogni, illetve hát a gazdaság, kereskedelem ütő erét, a közlekedést az sürgősséggel létre kell hozni. A sajtószabadságnál se voltak olyan nagyon egy véleményen, mert a Széchenyi a kaszinókon keresztül történő politizálásnak volt a mestere, és a hát nyilván mint fő nemes, hát ott otthonosan mozgott, és ki is tudta járni a különböző érdekeket, meg el tudott térni ott sok mindent. Kossuth Lajos viszont a sajtószabadság mellé tette le a voksát. Érdekes, talán most már itt, főleg Trianon után, hogy milyen eltérő nézeteket vallottak a nemzetiségekkel kapcsolatban. Akkor Nagy Magyarországnak mintegy 45%-a volt csak magyar. Tehát a többi az nemzetiségi volt, ugye körbe voltunk véve az akkori kor szóhasználata szerint tótokkal, oláhokkal, ruszinokkal és rácokkal. Ugye? Tehát Isten igazából véve, és hát persze voltak német nemzetiségek, stb. Tehát itt most nem menjünk bele a teljes részletezésbe, de az nagyon meglepő, hogy Kossuth Lajos az nagyon hajlíthatatlanul az asszimiláció mellett volt. Akkor, amikor nem tudta elfogadni a későbbiek során sem Bécsnek a pukászait, meg a kiegyezést, ez nagyon érdekes dolog, kicsit tudatosodásos a dolog, ugye? Ugyanakkor ő a nemzetiségeknek a reformkorban végig úgy gondolta, hogy nem szabad semmit engedni, asszimilálni kell őket, egységes és egy magyar politikai nemzetbe gondolkodott. Mert különben akkor a 1000 éves Magyarország, a Szent Korona országa szét fog hullani, hogyha egy pici engedményt is adunk a nemzetiségeknek. Viszont Széchenyi az roppant toleránsan kezelte ezt a dolgot, árnyaltabban, sokkal inkább. Ugyanez vonatkozik a piac működésére. Széchenyi az ugyebár angliai, francia útjai során a szabad piacot azt tekintette mintának, és a Kossuth Lajos pedig érezte azt, hogy le vagyunk maradva mi a nyugattól nagyon. Éppen ezért védővámos, protekcionista gazdaságpolitikát kell folytatni, hogy megerősödjön Magyarország, és akkor majd utána esetleg lehet másról szó. No tehát ilyen különbözőségek voltak, azonban a két nagyszerű történelmi személyiség az az aranyéremnek a két oldala. Én úgy gondolom. Mert mind a kettő személyiség, bár más módszerekkel, részletekbe különböző elképzeléseik is voltak, mint az előbb érzékeltettem, de céljuk az a szabad elvű polgári nemzetállamnak a megteremtése és létrehozása. És ha kellett, akkor együttműködtek. Mert azért annyira okosak voltak, hogy a töréspontig nem vitték el ezeket a dolgokat, hanem összeadódtak ezek a tudások, és hát így lehetett aztán persze keresztül verni a 48-as áprilisi törvényeket. De nem menjünk elébe. Itt azért mondok egy példát, hogy már a reformkorban is együttműködtek
itteni példa, balatoni gőzhajózás. Széchenyinek az ötlete volt, ő finanszírozta, ő szervezte meg a dolgokat, de mint Kossuthot kiváló jogászt megbízta azzal, hogy készítse el a Balatoni Gőzhajózási Társaságnak, ami részvénytársaság volt, az alapszabályát. És ezt a Kossuth készítette el, annál is inkább lelkesedéssel, mert járt itt egy hétig nyaralni, 1842 nyarán. És hát ki volt tőle akadva, hogy ez a megyényi Balaton, ez tulajdonképpen olyan elmaradott, hogy valami őrület, még Füreden se látni egyetlen egy gőzhajót se, ott van egy-két halászladik, meg egyebek, de hát semmi több, hát ez borzasztó. Hát így hogy lesz ebből, hát turizmus, meg hogy lesz ebből gazdasági pesgés, hogy lesz ebből még inkább reformkori, ugye összejövetelek, bálok, stb. Pesgés és politizálás, meg egyéb, és Füred helyszíne volt természetesen ezeknek a reformkori gondolatoknak a kicserélése, az itt nyáron megtörtént, évről évre, de egy biztos, hogy Kossuth elégedetlen volt, és ezért is vállalta föl azt, hogy az alapszabályt elkészíti, támogatta politikailag is egy az egybe, és így sikerült aztán 46. szeptember 21-én Széchenyi születésnapján vízre bocsátani a kisfaludi gőzöst. Tehát ebbe is össze tudtak azért fogni. Én inkább a közös dolgokat emelném ki, nem pedig az ellentéteket. Bár volt azért ok, mert hát nyilvánvalóan meg kell beszélni a politikai dolgokat, és akkor, hogyha nincsen az kibeszélve, akkor nem tudják kellően átgondolni. Nyilvánvalóan egyértelmű, hogy a reformkorban, mint az ellenzéki párt vezetőját, a jobbágy felszabadítást, a közteherviselést, mint alaptételt, azt alapnak gondolta mind a kettő nyilván. És hát ismerjük a 12 pontot, meg az egyebeket, amik tulajdonképpen aztán jogszabályi környezetben a április 11-én elfogadott törvénybe lettek. Hát törvény előre emelve, illetve szignálva 5. Ferdinánd által. Most menjünk bele egy kicsit a 48-49-be. Jó, mert hát azért mégiscsak ezért bennünk ez a kép a legjobban, ehhez kapcsolható nem csak a Kossuth nóták révén, hanem ugye itt azért valljuk be őszintén a világ hadtörténetének az egyik legnagyszerűbb, és máshol külföldön is tanított hadászati teljesítménye bontakozott ki a tavaszi hadjárat során, hát a világ a csodájára járt, hogy egy birodalmi hadsereget legyőz, egy alávetett országnak a gyorsan összekalapált és gyorsan profi módon megszervezett hadsereg állt, erre nem nagyon volt példa előtte. Mindig, amikor a március 15-i ünnepségek vannak, akkor gyerekek fölállnak a színpadra, és Kossuthról alig esik szó. Mindig Petőfi, meg a március ifjak, meg az egyéb, van úgy beaplikáljuk azt is, van úgy azért, de mégsem ő van a középpontban. Kicsit talán elsikkad az, hogy ugye, hogy ő nem itt volt Pesten, mert ezt súlykoljuk, a pesti eseményeket, mert az a miénk, mi úgy gondoljuk, ugye, hogy a pesti események, azok forgatták meg ugyebár a világot és a magyar történelme, holott akkor is a Kossuth ott volt, ahol az ég zengett, meg ahol cselekedni kellett. Pozsonyban volt. Az utolsó rendi országgyűlésen a 47-48-ason ő nagyon aktív volt, és hát ugye nagyon rugalmasan és nagyon taktikusan. Neki megvolt az a politikai érzéke, hogy mindig az adott helyzetből a maximumot kihozni. Tehát ott is, ahogy változtak az események, kitört a februári forradalom Párizsba, majd pedig 13-án, március 13-án Bécsbe, ő azonnal ugrott és már az ország gyűlésbe keresztül vert törvényjavaslatokat vitte föl Bécsbe, és Gőzösön, Pozsonyból átmentek Bécsbe, hogy hát ezt szentesítsék. Ott volt ugyanis a lényeg. Nem Pesten. A pesti az egy hadszín
teres, hát kis fajsúlyú valami volt ahhoz képest, mint ami Bécsbe történt. Hát Bécsbe ott a Kossuthot, mint megváltót úgy ünnepelte a tömeg. Ugyanis Kossuth az nem csak Magyarországnak kérte alkotmányt, hanem Ausztriának is. És őt, mint hőst fogadták ott, és a ünneplő tömeg az szinte a vállára vette. Szónoklatok tömegét kellett neki megtartani ott, Bécsbe, és keresztül tudták verni azt, az ő küldöttsége, hogy belemenjen a király és az udvar abba, hogy megalakulhasson az első független magyar minisztérium, azaz a független Batthyány kormány. Louis-nak a vezetésével, Batthyány Louis, az, ugye, ő egy elfogadott személy volt, arisztokrata volt, ugye, és egy rendkívül erős egyéniség volt, egy jó fellépésű, rendkívül jó politikus volt, és megbízható volt, tehát ő a reformkorban is elkötelezett reformer volt végig, és hát egy nyilvánvalóan kompromisszum eredményeként kapta meg a Kossuth az ő kormányába a pénzügyminiszteri posztot, amit szintén maximálisan látott el. Emlékszünk a Kossuth bankokra, megteremtette tulajdonképpen a hadsereg ellátványának és a gazdaság működésének a pénzügyi alapjait a Kossuth. És iszonyatosan belevetette magát a munkába. Gondoljunk csak egy-két ilyen dologra, ugye Bolond Ferdinánd, mert hát szegény az volt, le is váltották érte decemberben, 11-én alá pingálta a 31 törvénycikkből álló április törvényeinket. Amiben be volt cikkezve minden, ami a 12 pontban benne van, független kormánytól kezdve, meg népképviseleti, ugye országgyűléstől kezdve a jobbágy felszabadításig, aztán a közteherviselésig, hogy csak a legfontosabbakat mondjam, ezt tudjuk mindannyian. Egy a lényeg, hogy utána ez volt az alap, amire hivatkozhatott a kormány a polgári átalakítás során, és védhette a független, az országnak a függetlenségét. Na most azért az érződött, hogy az udvari köröknek egy jelentős része ebben nem nagyon tudott beletörődni. És ezt ebből azért vissza akartak venni. És nyáron már a magyar politikusok élükön Kossuth Lajossal érzékelték azt, hogy itt honvédelemre kell berendezkedni. Az első népképviseleti országgyűléseken, amikor emlékszünk rá, Petőfit nem választották be, ugye? Ilyen nagy embereket, mint Petőfi, ugye? És de hát volt ott elég nagy, ebben a népképviseletben nagy ász. Hát meg tudta őket győzni egy olyan 3 óra hosszás beszéddel, hogy 200 000 honvédet kell kiállítanunk ahhoz, hogy a forradalomnak az eredményeit meg tudjuk védeni, mert a udvar az vissza fog táncolni. És keresztül verte ebbe a szónoklatba az egész, ugye, nemzetgyűlésen azt, hogy szavazza meg a 200 000 katona hadba állításához az anyagi hátteret, amit mindig a legnagyobb, ugye, nehézség biztosítani és elérni, ugye? És hát na hát ehhez kellett ő. Aztán utána, ugye persze ez a Batthyány nélkül nem, Batthyánynak az érdemei egy kicsit elsikadnak a Kossuth mellett, mert állítólag még ő többet tett a hadsereg fölállításához, egészen ugye Pálkozdig ő hivatalban volt, szeptember 28-án mondott le a Batthyány. És hát addig is a Kossuth az nem unatkozott, mert ment az Alföldre és Szeglédi beszédre mindannyian emlékszünk, de járta az alföldi városokat és toborzó körutakat tartott eszméletlen meggyőző erővel. És utána lett ő aztán az Országos Honvédelmi Bizottmánynak a elnöke, ami tulajdonképpen ugye kormányfői posztot jelentett. Na most az ő érzéke nem csalt, én úgy gondolom. Mert a győztes Pálkozdi csata után ő érezte azt, hogy itt nincs vége. Jöttek az osztrákok nagyon nagy hadsereggel, és még szerencsére voltak olyan hadvezérei, most ne menjünk bele a nagyon részletes taglalásba, mint Görgei Artúr, akivel ő vitába keveredett aztán a későbbiek során. És hát Kossuth a kinevezést megadta ennek a fiatal
32-33 éves tábornoknak, a Görgeinek, aki szintén egy zseni volt, egy tudós zseni, és ő meg tudta azt csinálni, hogy az osztrákok elől a magyar hadseregnek a törzsét eldugta a Felvidéken, de úgy, hogy az akkori felderítők azt se tudták, hogy a Görgeinek ez az 50 ezres hadsereg ez hol jár. Közben kiképezte őket, télen. Ágyukat cipelve, lovakat, szekereket, kiskutyafüle, mert azért nem merte fölvenni a harcot, hiszen voltak ugyebár vesztes ütközetek is, ugye, és hát kerülni kellett a döntő ütközetet. És tavaszra vártunk, tavaszra vártunk. Tavasszal azonban ugye Görgei megérkezett, leereszkedett a Kárpátokból egy teljesen kiképzett hadsereggel. Ráadásul jött a Damian is, kezdődött ugyebár Szolnoknál ez a győztes sorozat, de előtte volt egy vereség féle, inkább döntetlen szagú mérkőzésünk Kápolnánál. És ott nagyon elbízták magukat az osztrákok, ott a Dembinskit hát megverték szoros csatába, akkor le is váltották a Dembinskit, és tulajdonképpen ez a kép is azért valahol előttünk van. Rengeteg színes nyomat készült Kossuth Lajosról, amikor a kápolnai csatánál a magyar honvédeknek a holtteste fölött ott imádkozik. És Kossuth imája. Ez a régi paraszti világba, ez ki volt függesztve, ugyebár, ez a kép. Én nagyon sok tájházban is láttam ezt a nyomatot, ezt a színes nyomatot. És hát Kossuth az nem csak imádkozni tudott, hanem hinni is, és hitet beleönteni aztán a tábornokaiba, meg szervezni, meg egyéb, mert ő nélküle a háttér, a politikai háttér az nem lett volna megoldható. Ugyanis a kápolnai csata után elbízták magukat a Windisgrész, azt írta ugyebár a császárnak, hogy szétverte a csordákat, a magyar csordákat, akik elég nagyszámúan voltak, és vége tulajdonképpen. Nem gondolt arra, hogy jön csatáról csatára a vereség. Mert aztán utána jött a 60, ugye Isaszeg, aztán ugye Nagycsalló, Vác, és így tovább. Tehát gyakorlatilag végig verték a birodalmi hadsereget egész tavasszal, és a császár, amit kibocsátott Olmützi alkotmányt, ahol Magyarország csak mit kapott volna, tartományi rangra süllyesztettek volna le bennünket, ezzel szemben a Kossuth fölvette a kesztyűt, ja igen, ti Olmützi alkotmányba gondolkodtok, akkor mi pedig debreceni trónfosztásba. És ugye akkor már, ugye ő áttelepítette még a télen a kormányt, hivatalokat, az is mekkora egy teljesítmény lehetett, meg a gyárakat áttelepíteni, hadipari termelést biztosítani. Annak az ömét egyébként nem is Debrecenbe telepítették, hanem Nagyváradra, és hát ez egy iszonyatos szervező munka, mert csak Szolnokig volt vasút. Onnan meg ugye ökrös szekerekkel, meg lovasfogatokkal kellett tovább vinni mindent. És hát ez egy nagy dolog volt. Hát a trónfosztás az ugye, az megtörtént Isaszeg után pár nappal. Április 14-én a Habsburg-Lotaringiai ház trónfosztása az deklaráltatott a debreceni nagy templomba. Ott is van a Kossuthnak a széke egyébként a nagy templomba mind a mai napig. Aki jár arra, föltétlenül nézze meg, van ott a nagy templomba egy kicsi elkerített rész, néhány szövegrésszel, meg néhány nyomattal, és a Kossuth széke is ott van. Tehát ez persze egy nagyon bátor dolog volt, és sokan ezzel már nem is értettek egyet nyilván, de Kossuthnak ezt a szabadságharcot ezt tovább kellett vinni, mert ő hitt abba, hogy Magyarország függetlenségét képesek vagyunk megvédeni. Hát ez egy óriási bravúr volt ez a tavaszi hadjárat. Ez azzal fejeződött be, hogy még Budát is visszavívtuk. Most olvastam olyan cikkeket erről, hogy ez hiba volt. Irtózatosan sok erőt fecséreltünk el arra,
hogy Budát vissza tudjuk venni, és szóval nézeteltérések alakultak ki a hadvezetésbe is e tekintetben. De minden esetre azt tudjuk, hogy a Túri Károly bácsi, Zánka református lelkész, aki 44 évig itt teljesített szolgálatot nálunk, ugye, ő ott volt Buda visszavételénél. És májusban, ugye 21-én a honvéd seregek visszavívták Budát. Ekkor sokan azt hitték, hogy talán, mivel a kormány is aztán persze visszaköltözött, ez tartható lesz. Csak hát jött a harmadik nagy támadás, amikor már az oroszokkal összefogva jöttek ellenünk. Hát az már védhetetlen volt. Az már védhetetlen volt. És akkor nézzük meg, hogy mi történt, ugye, a szabadságharc bukása után. Hát ugye a kormány is menekült Kossuth-tal, Pestről Szegedre, aztán Aradra. Majd pedig, amikor látták, hogy vége, temesvári csatát, amikor elveszítettük, akkor Görgeinek átadta a hatalmat, ő meg Orsovánál lepattant külföldre, tehát emigrált. Mintegy 5-6 ezer honvéd tisztel egyébként. Jó vállalkozásokat indítottak török honba. Hát ez a mai Bulgária része, az Törökország része volt akkor. És hát ugye szemerével még elföldeltette, ugyebár eldugatta a Szent Koronát, majd utána jól összevesztek emigrációba a szemerével is, ugye? És ő vette az útját Kis-Ázsiába, ahol menedéket kapott, itthon a biztos halál várt volna rá Világos után. Viszont a világosi fegyverletételt azt egy az egybe a Görgei Artúrnak a nyakába varta. Kosári Domokos próbálta meg feszegetni valamikor 46-ba, hogy ezt a Görgei kérdést föl kellene vetni újra. És most már persze a történészek tisztában vannak azzal, hogy a szabadságharcnak egy zseni tábornokával van dolgunk, és nem mindenben volt a Kossuthnak igaza természetesen. Abba főleg nem, hogy ezt tovább kellett folytatni, ezt a szabadságharcot. Mert még meghalhattak volna persze sok tízezren a csatamezőn, de ennek értelme nem lett volna. Akkora túlerővel szemben voltunk. Ugye? És hát elkapálta itt történelmi megítélését tekintve a Görgeit 150 évre. A Görgei az maga az áruló volt. A szerencsétlen az is több mint 90 éves volt, amikor meghalt, az egész végettől szenvedett. Úgyhogy ez borzasztó tett volt a Kossuth részéről, de mivel a Kossuth tudta, hogy mit akar, tehát ő benne már egy újabb terv kovácsolódott ki, arra vonatkozóan, hogy ő nem viheti el a balhét, mert ő neki kell vezetni Magyarország felszabadítását külföldről. Hát az osztrák birodalom az úgyis össze fog omlani, és Magyarország, mint független polgári nemzet, az viszont majd az ő vezetésével tovább fog működni. Na most ott, kint, külföldön is mindent megtett a magyar ügy érdekében. Ugye, és minden képességét erre koncentrálta. A család biztos, hogy háttérbe volt. És akkor is most becsatolom a Kossuth gyerekeknek a menekítését, mert ez is Veszprém megyei vonatkozású dolog. Ugye a három gyereke, a 41-ben született Ferike, aki mérnökként tanult Párizsba, és aztán Olaszországba is, Itáliába is mérnökként dolgozott, majd pedig az apja halála után, ugye 94-ben hazajött Magyarországra, és politikus lett. Szegény. Tehát apjának a teljesítményét messze nem tudta megközelíteni. Hiába indult 48-as függetlenségi színekbe, tehát meg se tudta közelíteni. A Vilma az nagyon korán meghalt, 19 évesen, és hát a Lajos Tódor az meg mindvégig aglegény mérnökként bütykörészett Olaszországban, ott is halt meg Milánóba. Na most ezek a szabadságharc bukásának évében kisgyerekek voltak, ugye? Tehát ki lehet számolni, 5-8 éves gyerekek voltak ők. És mivel a Teca az a Lajossal emigrált, így a rokonokra és a nevelőkre voltak bízva a gyerekek.
Pestről le Dunaföldvárig, ott átjöttek ugyebár a Mezőföldre, majd pedig éles irányjal a Bakonyon keresztül, ugye, menni akartak rokonokhoz és bujkálni itt a Dunán túli rokonoknál. Na, de hát nem, hogy egy ilyen dolog, hogy akkor úgy gyerekek, hát még más se lehetne elbújtatni. Hát ennek híre megy, ugye? Először Halimbán voltak rokonoknál, aztán jöttek Mencsejre. A Mencsei evangélus lelkészi lakon van is egy szép, ugye, márványtábla, amiben emlékeznek erre, hogy itt bújtatták a Kossuth gyerekeket, és a Kossuth gyerekeknek a menekítése az itt foly. Voltak kint a Halomhegyen is, pincékben meg egyéb. Aztán valahol a dragonyosok itt fogták el őket Lókutnál, fönt a Bakonyba, és Pozsonyba cipelték a gyerekeket. Óriási nemzetközi fölháborodás. Fantasztikus felháborodás. Persze mindenki, aki a Habsburg háznak az ellensége volt, az ebből ügyet csinált, ugye? A művelt nyugat, az akkori sajton keresztül már nekiugrott nagyon ennek a embertelen dolognak, hogy mi az, hogy a Kossuth gyerekeket fogva tartják, és hát megindult a nemzetközi diplomáciában is a munka az irányba, hogy őket a szüleik után kiengedjék. Meg is történt 50-ben Törökországba kiengedték őket, és Kossuth Lajosnak a Lujza testvére vitte ki, Rutkainé őket, a gyerekeket is, és aztán tovább folytathatták már együtt a család az emigrációt. Ugye először elintézték nekik, hogy Kossuth az fölléphessen és szónokolhasson számos angol városba, és megőrítse az angolokat. Először ott kezdte a nyugati propagandát a magyar szabadságharc után, és a emberi jogok, meg minden, csak nem ezzel a terminológiával, mint manapság nyilvánvalóan, hanem a nemzeteknek a függetlenségéről és szabadságáról volt szó. Még volt azért közösségi gondolat is, nem csak úgy, mint a mai világban, hogy csak én számítok, a többi nem. Közösség az már nem olyan fontos, mert sajnos ez a mai világ, ez ilyen. Ez egy ilyen individualizált, nagyon atomizált világ felé megy, én úgy gondolom. Akkor még voltak áldozatkész emberek, akik akár az életük árán is egy nemzetért oda tették magukat. És aztán hát persze a Kossuth ott elkápráztatta az angolokat, nem csak az angol nyelvtudásával, hanem a politikai érzékével, műveltségével, föllépésével, hát fantasztikus lehetett. Ott a nagyobb angol városokat végigjárta, majd pedig átment Amerikába. Angliába és Amerikába összesen 500 szónoklata volt, 500 föllépése volt. Itt a keleti partot végigjárta Amerikába és a nagy városokba, egyes városokba 150-200 ember hallgatta a szónoklatait. Hát az egykori följegyzések szerint. Akkor is az újságírók biztos azért kerekítettek ide-oda. Most se tudjuk megállapítani, hogy mennyien vannak a Kossuth téren, független attól, hogy kik vannak. Ugye? Majd tippelgetünk 23-a után, október 23-a után is, mennyien lehettek, hát nem tudjuk. Majd bemondanak egy hivatalos adatot, aztán a parlamentben meg majd egymásnak mennek a pártok, aztán számháború lesz. Ugye? De végső soron, hát ilyen feljegyzések vannak erről, hogy valami fantasztikus. Hát ő még az amerikai kongresszus előtt is tarthatott előadást, és ő az egyedüli magyar embörke, aki ugye a világ szabadság szimbólumaként szobrot kapott a Kapitóliumba. Ott van mind a mai napig a szobor. Ugye, tehát Kossuth Lajos az nem egy akárki volt, tehát ő átlépte történelmi személyiségét tekintve a nemzethatárokat, tehát ő egy rendkívül népszerű és rendkívül respektált ember volt nyugaton. Na aztán persze, hát voltak neki hát borzasztó elképzelései is. Eleve megalakította, amerikai útja során Párizsba telepedtek le, és megalakította ugye az emigráns kormányt. Nem így hívták, Magyar Nemzeti Igazgatóságnak hívták, de végső soron de facto az emigráns kormány volt. Hát ilyenek segítették a munkát közvetlen munkatársként, mint a Teleki László, aki aztán később öngyilkos lett, Klapka György, és így tovább. Tehát komoly csapata volt,
sajnos a Szemerét, mint mondtam, az nem volt a csapatában, mert nem győztek vitatkozni levelezéseik során, és veszekedni. És tulajdonképpen ugye összerúgta aztán a patkót a későbbiek során a Deák Ferenccel is. De hát addig még egy-két dolog történt. Ez pedig a következő. Ugye a Habsburg birodalom az nagyon magabiztos volt egészen addig, amíg a Ferenc József vezette csapatok ki nem kaptak a franciáktól Solferinónál 59-ben. Na, a Kossuthnak, minthogyha hájjal kenegették volna a Kossuthot, az egyből ugrott, és már két év múlva nem is Párizsba volt a lakása, hanem Torinóba, és mint turini remete ott szervezte továbbra is a magyar ellenállást, és kívülről az osztrákok hatalmának a megdöntését. Hát, Solferino utána bécsi udvarnak egyetlen egy esélye maradt még, hogy lenyomja a poroszokat, és a német egységet azt a bécsi udvarnak a vezetésével, a Habsburgok vezetésével fogják létrehozni. Nagy német egységet. Ez azonban meghiúsult, a poroszok azok mindig is egy ilyen militarista hát irányultságú nevelést kaptak, és nagyon jó katonák voltak, megbízhatók voltak ilyen szempontból, és Königgrätznél nagyon elverték a osztrák csapatokat 66-ba, ami közvetlenül a mi kiegyezésünknek a külpolitikai sarokpontja, kulcskérdés. Anélkül a bécsi udvar velünk szóba nem állt volna. Két ilyen vereséggel a háta mögött szorult a magyarokra, így magyarra fordítva a szó. Különben nem tudták volna a birodalmat fenntartani. És nem tudták volna a Habsburg dinasztiájának a hatalmát fenntartani. Tehát ahhoz kellett egyszer Solferinói vereség, majd pedig Königgrätznél elszálltak a nagy német álmok Bécs vezetésével, az a poroszok vezetésével hozták létre a német egységet, Bismarck vérrel és vassal. Abból a 48 tartományból egységet kovácsolt, és utána gyorsvonat sebességgel száguldottak a gazdasági fejlődés útján egészen az első világháborúig, bezárólag. És hát tulajdonképpen ugye a Deáknak a vezetésével megtörtént közben itthon a kiegyezésnek az előkészítése. Hát amikor ugye ezekről tudomást szerzett a Kossuth, mert ő egy nagyon-nagyon élénk társadalmi életet élt, és nem győztek hozzá kijárni a még innen Magyarországról is a volt honvéd tisztek, innen tőlünk is járt Veszprém megyéből magasrangú honvéd tiszt ő hozzá, Gersely Pongrácz, és családjával nagyon jóba volt, és többször is meglátogatta őt Torinóba, és mindig ők informálták afelől, hogy itthon a politika az, ugye, hogy áll. És hát nyilván arról is volt tudomása, hogy ki akarunk egyezni a bécsi udvarral. Ekkor írta meg azt a Kasszandra levelét, amit a Deáknak címzett. Ebből csak két mondatot olvasok föl. Hát igen, ugye Kasszandra görög mitológia, és megjósolta Trója pusztulását, de arra büntette Apollon, hogy senki ne higgyen neki, és tulajdonképpen ettől ő természetesen szenvedett, akár csak a Kossuth. Mert azért ez is egy Kasszandra jóslat volt. Így szól ez a két kiragadott mondat. A jog visszaszerzés álláspontjáról a jogfeladás sikamlós terére jutottál, írja Deáknak. A magyar hadsereg az osztrák birodalmi hadsereg kiegészítő részévé rendeltetik. Én etényben a nemzet halálát látom. Ennyire élesen meglátta azt, hogy mi fog bekövetkezni majd a későbbiek során. Trianonnal lesz, be is jött egyébként. Első világháború végével, vesztes háború. Milyen hatásra? Ugye olasz, vagy monarchia kötelékébe alávetettként, illetve hát alkalmazkodnunk kellett, bekövetkezett. Tehát igen.
Tehát ő neki távlatilag igaza lett, de a reálpolitikát figyelembe véve viszont egyértelműen a Deáknak volt igaza. Hát egy nemzet az nem játszhat több nemzedéken keresztül ellenállást. Az emberek azok élni akarnak, és jobban akarnak élni, és a kiegyezés biztosította nekünk, magyaroknak a fölemelkedést. Na most mondok csak két olyan tényt, ugye az egyik az, hogy a kiegyezés után ugye megindult Budapest világvárossá fejlődése. Beindult a polgárosodás minden szinten. Gyáripar, közlekedés, stb. Nem ragozom. De itt Zánkán már még a 19. század elején, 18. század végén meglehet faekével túrták itt a földet, ugye, kint a határba. Viszont 1890-ben itt már volt a Csemez birtokon cséplőgép. És ez is a polgárosodásnak az eredménye, tehát magasabb lettek a termés átlagok, stb. Ez nyilvánvalóan a falu hagyományos mindennapi életében lassabban érzékeltette a hatását, sokkal lassabban fejlődött a falu, mondjuk, mint Budapest világvárossá fejlődése, az egyszerűen robbanásszerű volt. Hát a nagykörúton belüli Budapestnek a nagy része, az ugye a dualizmus során, a kiegyezés utáni évtizedekben épült meg, és mind a mai napig ezt a budapesti képet látjuk. És gyakorlatilag tehát elérkezett egy olyan időszak, amikor szegény Kossuth Lajos látva azt, hogy a kiegyezés az már pedig működik, és óriási eredményei vannak, és az emberek többsége már 48-ban csak ilyen nosztalgiát láttak. Jó, persze Kossuth az Isten volt és messiás volt, és március 15-én róla szónokoltak mindenhol, és őróla írtak a megyei lapok is, de az országos lapok is, ugye. Kossuth apának a kultusza az egyszerűen csúcsokat döntött, de annyira reál politikusok voltak a kormánypárti emberkék, hogy tulajdonképpen a függetlenségi tételnek a kivételével minden liberális gondolatot áttemeltek a függetlenségi és 48-as pártól. Minden liberális gondolatot. Egyetlen egy töréspont volt ez a ország függetlenségének a kérdése. Mit, ami ilyen hülyeségben, hogy vezényszavak, meg tudtak róla szónokolni, sőt, meg is verték egymást a parlamentbe, meg ilyesmi, hogy most német nyelven hangozzanak el, vagy magyarul, a magyar katonának magyarul történjen a vezényszó, meg egyebek. Tehát ilyenek voltak, ilyen borzasztó összekülönbözések, és legalább ilyen alpári volt egyébként a akkori politika is, mint a mostani. Ez komoly, komoly. Semmit nem változott, ezt komolyan mondom. Akkori szövegeket el, hát csak ilyet, hogy mit tudom én, rálőttek a házelnökre, meg összetörték az új parlamentnek a szlavóniai tölgyből elkészült első bútorát, ami ugyanolyan volt, mint a mostani. Vadonatúj volt, ugye 1904-ben adták át az országházát. De már 1905-ben össze volt, darabokra volt törve. Az egész bútorzat. Tiszára rálőttek meg ilyen apróságok, szóval nem, tehát ugyanolyan hangnemben folyt körülbelül a politizálás, mint most, és ugyanúgy, hát remélem, hogy ezt nem érjük meg manapság, ugye? Szegény Kossuth Lajosnak az életében ugye ez tetten érhető volt, hogy szitták, aprították egymást, de valami borzasztó módon. Hát tulajdonképpen Budapest nélkül azért külügybe se lehetett ám nagyon nagy dolgokat eldönteni. A világháborúba se tudtak nélkülünk belépni. Tisza az egy hónapig várakoztatta is őket. Na most, de miközben prosperált az ország, és működött a dualista berendezkedés, és az osztrák történészek szerint, amit most megírkáltak már, hogy mi jobban jártunk a kiegyezéssel, mint az osztrákok, mert sokkal tempósabban mondjuk jó, volt is honnan, fejlődni, de arányaiban sokkal, de sokkal jobban járt Magyarország, mint Ausztria a kiegyezéssel. Eközben pedig nem lankadt a Kossuth kultusz. A 80-as évek végén különösen
föllángolt a Kossuth iránti szeretet és egyebek. Most már nem csak a 48-as egyletekbe éltették a Kossuthot, hanem különböző ilyen asztaltársaságok, olvasókörök, egyebek őróla nevezték el magukat, majd pedig akkor, amikor elveszítette 1889-ben a magyar állampolgárságát Kossuth, akkor már csak DASZK-ból is ezek az egyesületek, ezek a civil mozgalmak Kossuth azt pajzsra emelték. Tehát a Kossuth az egy szent lett, egy messiás lett, és a Veszprém megyei lapokban is ez olvasható. Ugyanis a bécsi udvar kitalálta azt, rafinált módon, az 1879/50-es törvénycikkében, hogy 10 év elteltével az az emigráns, aki külhomba van, az nem tarthatja meg az állampolgárságát csak akkor, hogyha folyamodik érte. Na most, ugye ekkor Torinóba ugye tartózkodott a Kossuth, és hát nyilvánvalóan a külképviselethez a monarchia hivatalába el kellett volna menjen, hogy beadja a kérelmét, hogy maradhasson magyar állampolgár. És hát persze, Kossuth ezt nem, hát esze ágában nem volt. Tehát ő a legnagyobb magyar, hát ez mit majd ők adják meg neki a engedélyt, hogy ő magyar állampolgár legyen? Inkább ilyen módon lemondott róla. Nem ment be, nem igényelte, és így 1889-ben elveszítette azt. Ebbe belebukott egyébként Tisza Kálmánnak a kormánya, mert a Tisza, ő arra hivatkozott, hogy Kossuthtal tegyünk kivételt, tudni illik több városnak, hát itt a megyében is, Veszprémnek is, meg Pápának is a diszpolgára volt. Ugye? Az országban rengeteg városnak a diszpolgára volt már akkor Kossuth. Hogy erre való hivatkozással legyenek szívesek Kossuthnak megadni a magyar állampolgárságot. És a miniszter tanácson belül erről szavaztak, és a Tisza Kálmán az öreg, az kisebbségben maradt, és azonnal lemondott. Többiek azok a bécsnek a szekerét tolták, és ezt nem akarták. Itt volt egy bécsi ukász erre vonatkozóan, hogy a Kossuth az ezt veszítse el. És akkor ez az egyesületi buzgás, ez még nem merült ki abba, hogy csak az egyesületek, hanem a megyei közgyűlések, aztán a városi törvényhatóságok, azok is megemlékeztek március 15-én Kossuthról, bár nem hivatalos állami ünnepség volt a március 15-e, de már akkor a kultusz kerekedett körülötte, hogy a 80-as évek végén, 90-es évek elején, mivel várták is Kossuth atyánknak a halálát, így már mindenki megtisztelte azzal, hogy kérem szépen, arról szónokolni kell föltétlenül. Hát az a furcsa állapot alakult ki, hogy március 15-i ünnepségek és a Lajos napok, azok nagyobb megemlékezések és dáridók voltak, mert utána persze táncmulatsággal egybe kötött a városokba, húzta a cigány hajnalig, meg folyta, mit tudom én, az ital, meg az egyéb. Ugye? Szóval triumfálta az augusztus 20-i ünnepséget, meg a császárnak a születésnapját, ami közel volt Lajos naphoz, mert az augusztus 18-án volt. És ebből direkt bulit csináltak ugyebár az akkori politikusok, hogy hát még jó, hogy a Kossuthnak a névnapja az a nagyobb ünnepség lesz, mint a császárnak a születésnapja. Tehát de akkor is megvolt. Aztán a kultusz az a 90. születésnapon akkor már majdnem kicsúcsosodott, akkor még a egyházak is emlékező, Kossuthra emlékező szentmiséket tartottak. Hát nyilvánvalóan, hogy az evangélikusok jártak az élen ebbe. Veszprémbe az evangélikus templom az ott van a sétáló utcának az alján, ugye? Tehát ott alul, az a kis templom. Nem is olyan kicsi az egyébként, de az az evangélikus templom. De ugyanúgy a Jeruzsálem-hegyi református templomba, ugyanúgy Kossuth Lajosért imát mondtak, az egészségért, stb. És ő neki szentelték a misét. Sőt, mint még a katolikusok is, pedig a katolikusokkal volt neki nem egy összeütközése, és a katolikusok is, hát például a 90. születésnapján fönt a várba, a piaristák templomában az a Lackó Dezső celebrálta a Kossuthér a misét, aki aztán a megyei múzeumnak az első igazgatója lett. És hát ennél nagyobb
Kossuthra már nem dagadhatott a Kossuth kultusz, csak a halálával. Na, hát ez kicsit ugye furán hangzik, de valóban. Hát akkor aztán összeborult a nemzet végképp. Egyébként meg kell mondjam, hogy a kormánypárti politikusok azt megengedték maguknak, tudták azt, hogy meddig mehetnek el, tehát a Szabad Elvű Pártnak az emberkéi. Akik bent ültek a hivatalokban, mit tudom én, Mékhely Alispán, az ugyanúgy rázendített a Kossuth nótára egy idő után, persze pia kérdése néha, ugye, mint ahogy a független 48-asok, ugye? Vagy az a Kovács Imre Veszprém polgármestere, az szintén ugyanúgy rázendített egy idő után, de aztán persze ők tudtak disztingválni, ők tudták azt, hogy március 15-én, meg Lajos napokon, meg a egyéb alkalmakkor a Kossuthra illik gondolni, akkor ott úgy szólnokoltak, hogy úgy kívánta a dolog. Egyébként meg a császárságnak az érdekeit kellett figyelembe venni, és a bécsi udvar felé is lojálisnak kellett lenni. Tehát irtózatosan kifinomult volt a rendszer, hogy így mondjam. De azért megdöbbentő volt a gyász. Megdöbbentő volt a gyász. Hiába tudták azt, hogy halálos beteg a Kossuth, tehát 94 tavaszán már szóval napokra szinte be tudták lőni, hogy mikor ér véget Kossuth Lajos élete, és erre minden magyar ember fölkészült volt, és ennek értelmében hát mindenhol óriási megemlékezések történtek. Hamvait Torinóból hazaszállították, de ez is micsoda magyar megoldás. Állami temetést Kossuthnak nem lehetett adni. Ezt letiltotta Bécs. Hát egy rebellisnek, a Ferenc Jóska, aki már akkor is öreg volt, és ki lehet számolni, ugye Ferenc Jóska az ugye 30-as születésű, hát 28 évvel fiatalabb volt, mint Kossuth. De az öreg Kossuthnak nem engedélyezte azt, hogy állami temetése legyen, mert rebellis. Ez mindig benne volt a Ferenc Józsefben, ő soha nem engedett ebből is. De kitaláltak a magyar politikusokkal együtt egy ilyen megoldás, hogy hát akkor Budapest főváros temesse el. Ugye? És akkor Budapest főváros, természetesen aztán ott szónokoltak persze mindenféle politikai színekbe, mert az egy jó szereplési lehetőség is volt, meg Kossuth ellen nem lehetett menni. Tehát a Ferenc József is beismerte azt Kossuth halála után, hogy a dualizmus és azon belül Magyarország a 48-as törvények alapján működik, és az tartja egységben. Tulajdonképpen érdekes volt ez a temetés is. Hát el tudjuk képzelni azt, most nem akarom felolvasni, hogy innen Veszprém megyéből hány egyesület ment, meg milyen pártszínekbe, meg a város, a megye, bandériumos felvonulással, zászlók alatt, akkor mindenhol a megyeszékhelyen is, Veszprémben, a kirakatokba, ugye megvették, előre már mindenki beszerezte a Kossuth képeket. Módosabb polgári házakba kirakták az ablakokba a gyászkeretű Kossuth képeket, gyertyával, stb. És mindenki gyászba borult. Ugye minden település általában 6-7-es gyászt rendelt el. Volt olyan település, fél évig gyászolt. Ugye rárobott még egy lapáttal, ugye? Tehát ez valóban így volt, és innen a megyéből is, ilyen érdekességeket mondok, hogy ilyen történelmi, nosztalgikus dolgokat a temetéshez becsatoltak, hogy na, vigyünk akkor kérem szépen abból a földből, és azt a rögöt rakjuk oda Kossuth sírjára, ahol, ugye Sólyról van szó, ahol István megverte kupa vezért egyszer. Akkor vittek Rákóczi fája alól, ugyebár akaratja. Ugye? Onnan is vittek rögöt. Az Ihászi csata helyszínéről, ugye az legalább ugye 48-as helyszín, tehát az oké, okay, az még becsatlakozik. De, ugye? Veszprém képviseletében az az Eötvös Károly tette le, mint szabad elvű politikus és okos ember, tudós ember, a koszorút, és hát beszédeket is tartottak, meg nagy megemlékezések voltak. Na most hát a temetésen állítólag 200 000 voltak.
Hát nem, szerintem abban a temetőben ennyien nem férnek el. Hát gondolom, hogy az úton is, meg kívül, meg minden. Tehát komolyan ezeket az adatokat olvastam annak idején a újságokban, meg hát ezt is hozzák a különböző kiadványok. Befejezésképpen pedig fölolvasok egy-két hírt, ezt kibogaráztam, de ez már tényleg rövid lesz. Azt mondja, hogy hírek 1894-ből, akkor, amikor Kossuth apánk meghalt. Ezt a veszprémi független hírlapból szedtem ki ezeket a híreket. Jókat lehet rajta nevetni, hogy semmi nem változik ezen a világon. Január 20-án mit írnak? Még akkor él a Kossuth, ugye? Mert 20-án halt meg, és március 20-án és április 1-én volt a temetése. Azt mondja, január 20. Tóth Vázsonyban síralmas a közegészségügyi állapot, 2 hét óta rendkívül sok a halálozás. Minden nap 1-2 temetés van. A tüdőlop pusztít a lakosság között. Január 27. Hasonlítjuk össze, kár, hogy nincsenek itt a horgászok a mostani helyzettel. Január 27-én írja a Veszprémi független hírlap. A balatoni halászat kisebb-nagyobb szerencsével foly, és eddig minden veszély nélkül. Süllőt aránylag sokkal többet fognak, mint csak a múlt évben is. A 400-600 mennyiségű fogasfogás azonban, mi azelőtt Keszthelyi és Kenesei vizeken nem is volt valami nagy ritkaság, ma már csak a mesék világába tartozik. Tehát fogast azt már nem tudtak akkor se fogni, akkor most mit csodálkozunk rajta? Azt mondja, 3-4 méter mázsa, vagy 25-30 darab fogas egy húzásban ma a legtöbb. Tehát az nagyon kevés. Vegyes halat azonban fognak eleget. A halászok nagyon megvoltak akadva a múlt hét elején, mert nagy köd volt a víz felett, tiszta időben a sok halászbokor a jég tükrén úgy tűnik fel, mintha vásáros búcsú volna Keszthelytől fel egészen Keneséig. A halászbokrok, ugye? Hát biztos vastag lehetett a jég. Ugye? A Balaton melléki községek férfi lakossága, kik munkát bírnak, majdnem mind jégen vannak. Ez a kenyerük, ruhájuk, adójuk, mit itt keresnek. Na, február 10. Fölmelegedés, meg mindent mondunk, ugye, időjárásról. 1894. február 10-én mit ír az újság? Időjárásunk egészen nyári meleg. A téli felöltők szezonja elmúlt, már pillangókat is lehetne látni e héten. A piacon árulják a gombaféléket is már, ugye? Utána, március 24-i számba hozzák le Kossuthnak a halálát, itt egy részletet közlök csak erről, ebből. Meghalt Kossuth Lajos, hát nyilván gyászkeretes oldallal, minden nagy írással, ebből csak pár mondatot olvasok fel. Ilyen dagályos megfogalmazások voltak, és hát az ünnepet még véletlenül is. Szóval ez egyben egy ilyen nemzeti összetartás is volt, meg fölmutatni a Kossuthnak a nagyságát, azt mindenkinek kellett. Az ő csillaga lehunytát siratják, ma a nemzet milliói. Mert ha a földet és virányainkat honalapító Árpádnak, hitünket Szent Istvánnak köszönhetjük, Kossuthnak a nemzeti megváltás áldásáért tartozunk örök hálával, mert Krisztus szentséges eszményeit, a szabadságot, egyenlőséget és testvériséget ez a nagy messiás juttatta itt diadalra. Aztán rá a temetés után egy hétre jelent meg, ugye ez heti lap volt, Kossuth talány, ajánljuk megszívlelésül a következő talányt a végzetben hívőknek. Na, én is mondjuk járok természetgyógyászat. Kossuth Lajos született 1802, meghalt 1894, összeg 3696, a fenti összeg fele 1848. 1848. Igen. Aztán azt mondja, május 12-i számban az első Kossuth emlék már készen van. Siómaros Veszprém megyei község készítette el az ottani református lelkész buzgolkodására Kossuth Lajos mellszobrát. Méghozzá a 48-ban felszabadítottak aláírásával, tehát volt jobbágyok, tehát
parasztságnak, a szegény népnek a pénzéből dobták ezt össze. Református lelkésznek a szervezésében. Május 26-án. Szabadság tér, Kossuth utca. Na, ettől a pillanattól hívják a sétáló utcát Veszprémbe Kossuth utcának. Azt mondja, a múlt szombaton tartott városi közgyűlés egyedül érdemes tárgya az volt, hogy a közgyűlés Pongrász Dániel bizottsági tag indítványára a Városház tért, ami ugye most az Óváros tér, ugye, Szabadság térnek. A Palotai utcát pedig Kossuth Lajos utcának nevezte el. Aztán itt ragozták, hogy 48-ban ott jöttek be a huszárok azon az utcán, Palota felől, és hát ezt mindenféleképpen ezt az utcát kell Kossuth utcának elnevezni. Na, de június 16-ban még azért, ugye, meghalt Kossuth, már Kossuthról nem írnak, viszont írnak az időjárásról. Június 16-án, havazás júniusban. Tehát februárban a pillangók szálltak, ugye? Mert mondják, ugye, mondják azt, hogy a régen nem voltak ilyen idők. A nyár az nyár volt, a tél az tél. Azt mondja, havazás júniusban. Tegnap péntek délután a Bakony több helyén, Szentgálon, sőt, délután 2, hova raktam én ezt? 2 órakor néhány percig Veszprémben is hó esett. 3 nap óta egyébként téli ruhában járnak. Roppant hideg, szeles, esős időjárás van, valóságos decemberi ködös bomlattal. Holnap már csendes meleg idő várható. Igen, na most, és akkor ezzel zárom, a július 7-én már ugye főszezon volt a Balaton partján. Fürdőélet a Balatonon, következőt írja az újság. A júniusi rossz időjárás rendkívül nagy kárt okozott, nem csak a 60-70 pincérrel tétlenül állott hoteleknek, de a bérházaknak is. Ugye ez főleg Füredet meg Almádit nézték. Az a kár a legjobb szezon se pótolja már helyre. Azt a kárt. A legjobb szezon se pótolja. Mindig ez van, ugye? Pedig július első napjain tömegesen érkeztek a fürdő vendégek, úgyhogy a megjelent 5. névsor az itt nyaralók számát 748-ra jelenti. Minden hajó érkezéskor 5-10 család érkezik, a Füred 1-2 nap alatt okvetlen, egészen tele lesz. Köszönöm a figyelmet!